És így már 4 maszk le van szabva egyből. Előbb az anyagot szabja ki Zsinka Jánosné, ezt követően kezdődhet a maszkok varrása. A Tolnai nő már nem használt ágynemű húzatokból és lepedőkből készít maszkokat, 5 társával együtt. Mindannyian a helyi foltvarró klub tagjai. A mosható, vasalható védőeszközöket helyi cégeknek és magánszemélyeknek adják. Nagyon sokan felkerestek, hogy nem-e varnák a családtagjaiknak, úgyhogy ilyen kisebb mennyiségben 5-10-et így is kértek. A Tolnai nő és a társai a maszkokat teljesen ingyen készítik és juttatják el azokhoz, akik a vírus terjedése alatt folyamatosan dolgoznak. Pénzt nem fogadnak el, a felajánlott alapanyag viszont mindig jól jön nekik. Hogyha felhívtak és mondták, hogy mennyibe kerül, mondtam, ez nem kerül semennyibe, csak ha esetleg tudnának nekem gumit szerezni, akkor azt szívesen elfogadom, és nagyon sok hoztak nekem gumit. Zsinka Jánosné munkájának köszönhetően már több mint 350 maszk készült el, a foltvaró társai pedig további 150-et vartak meg eddig.